próbálok rendezkedni itt az ölemben, nagyon sok minden van. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban novellás kötetekről lesz egy picit szó. Egy ilyen novellás kötet TBR lesz igazából. Szóval, hogy idén olvastam két darab novellás kötetet is, az egyik a Sárkányok könyve volt, ami egy ilyen sárkányos novella gyűjtemény, a másik pedig Moskát Anitának volt a Hazugság tézisei, ha tudnék beszélni. És ezek kapcsán tök érdekes volt számomra, hogy rájöttem, hogy amúgy egy csomó novellás kötet, csomó ahhoz képest, mint amennyit én gondoltam, hogy van, van egy csomó novellás kötetem, és egy csomó novellás kötet van nálam várólistán is. Úgyhogy ennek apropójából egyébként sokkal jobban fel is figyeltem az ilyen novellás kötetekre, amik felbukkantak a radaromon, meg a várólistámon, és most összeszedtem őket, hogy mik azok, amiket majd szeretnék elolvasni, és novellás kötetek. Úgyhogy nézzük is. Két kategória lesz, lesz az, ami megvan már valakinek a családban, akár nekem, akár Emmának, vagy Emma párjának. A másik kategória meg nyilvánvalóan szerintem kiszámítható, hogy az lesz, amit nincs meg senkinek a családban, tehát majd egyszer be kell szerezni, hogy el tudjam olvasni, vagy valahonnan nem tudom könyvtárból kivenni. Az első ebben a listában, ami megvan nekem, az a Stars Above Marissa Meyer-től, ez ugye a Holdbéli krónikáknak a 3.5. része, azt hiszem, és ez egy hozzá ilyen kis novellás kötet. Ezt ebben a nagyon szép kiadásban vettem meg, mert ez magyarul nem jelent még meg, és nagyon-nagyon tetszik ez a kiadás, ami ez is, ugye. Viszont ezt addig nem akarom elolvasni, amíg nem olvastam el legalább a Crest, mert ugye ez a Crest és a Winter között játszódik, tehát amíg nem olvastam a Crest, legalább addig nem szeretném elkezdeni, de nagyon-nagyon szép, van benne egy kis illusztráció is, úgyhogy egyébként nagyon várom, hogy olvassam, mert nagyon szeretem a Holdbéli krónikákat. A következő az nem nekem van meg, hanem Emmának, ez Tom Hanks-től az Uncommon Type, és én tök meglepődtem, mikor megláttam a várólistámon, ugye beírtam Moira szűrésre, hogy novella, és ez kijött, és én azt hittem, ez egy életrajzi kötet, de nem, ez egy novellás kötet, amit Tom Hanks írt, úgyhogy... Szóval ez is egy novellás kötet, ami fönn van a várólistámon, és tök meglepődtem. Én teljesen abban a hitben voltam, hogy ez egy életrajzi kötet, és akkor szembesültem vele, hogy nem, Tom Hanks ír novellákat. A következő kettő, ami megvan nekem, két nagyon random kötet, mert szerintem így annyira nem is az én profilom, viszont így elég random módon szereztem őket, tehát nem volt így betervezve meg ilyenek, de így megkaptam gyakorlatilag, és hát akkor úgy vagyok fel, hogy majd egyszer úgyis elolvasom. Az egyik Ray Bradbury-től a Marsbéli krónikák. Én olvastam a Fahrenheit-et még érettségi előtt, tehát én nem érettségire olvastam, mert tétel volt, hanem még előtte, és nekem nem jött be a Fahrenheit, vagy hát... Hogy mondjam ezt? Értem, miről szól a Fahrenheit, de mivel már olvastam olyan könyvet, amiben mondjuk azt, hogy volt olyasmi témafelvetés, lett pont, hogy a Fahrenheiten alapul, mindegy, nekem nem volt egy akkora durranás. Na, mindegy, tudom, ezért mindig kapom a kritikát, hogy nem értem. Jó, mindegy, ássuk el. Szóval nekem az annyira így nem jött be maga a könyv, ahogy meg volt írva. Mondom akkor így, hogy így értsék az emberek, hogy nem a... Nekem az nem feküdt, de lehet, hogy ez majd bejön, szóval így igazából nem tudom, hogy állok Ray Bradbury-vel. Ha egyszer ezt elolvasom, kiderül. Nem azért van meg, mert én ezt így terveztem elolvasni, de ha már megvan, akkor majd egyszer valószínűleg el fogom olvasni. Főleg azért, hogy ugye novellák talán jobban fog feküdni. A másik szintén ilyen random beszerzeményem az Alex Pavisitől a 8 nyomozó. Ez meg 8 ilyen krimi novella. Szóval, ha majd ilyen krimis hangulatot érzek, akkor ez például jó döntés lehet, és akkor ugye, mivel novella nem is olyan nagyon hosszú detektív regény, hanem viszonylag rövid. Miért vagytok ilyen hangosak? De jó, úgy videózni, hogy mindenki itthon van. Szóval, amit még el szeretnék majd olvasni, az a Lékszom, ami ugye magyar horror novellák gyűjtemény, és ezt majd ilyen, nem tudom, ilyen Halloween környékén szeretném beiktatni, ha sikerül. Majd kiderül. Igazából főként azért is, mert Moskát Anita és Klein Hans Csilla is, ha jól tudom, írtak bele novellát, de egyébként is érdekel, hogy milyen lehet. Illetve még két Agatha Christie novellás kötet, mert én ugye tavaly olvastam a Karácsonyi krimiket, azt hiszem az volt a címe,
és hát Emmának megvan még a Szentivelni krimik, illetve a Szerelmi bűnögyek, ami ugye két másik tematikus ilyen Agatha Christie novellás kötet, vagy novella gyűjtemény, úgyhogy azokra is kíváncsi vagyok, kíváncsi lennék, mert igazából tetszett a karácsonyi krimik is. És akkor az a TBR rész, ami még beszerzést igényel majd, az egyik Rumena Buzsarovszkától a Férjem című, ami valahol tök örülök, hogy megjelent ilyen nem látszódik kapszulakönyvtáros kiadásban. Ez azt hiszem macedón szerző, vagy makedón, sose tudom melyik a helyes mondása neki. És őt én nagyon szeretném a Barangolás Európában-hoz felhasználni, és már a kezdetek óta rajta van a Barangolás Európában polcomon. És nem emlékeztem rá, hogy ez egy novellás kötet, de az, úgyhogy nagyon ezt mindenképp már csak a barangolás miatt is el szeretném majd olvasni. És ha már van kapszulakönyvtáros kiadás belőle, akkor valószínűleg majd abban fogom megvenni. A következő az a Dreadful Young Ladies and Other Stories című, amit Kelly Barnhill írt, aki szintén a Lány, aki holdfényt ivott írta. Én ezt a könyvet nagyon szerettem Kelly Barnhilltől, miért ment el a fókusz. És pont a novellás, szerintem a novellás beszél, valamelyik BookTube könyvklubos beszélgetés kapcsán jutott lettő föl. Ja persze, mert ő írt a sárkányos novellás kötetbe novellát, és annak kapcsán lett fölemlegetve. És én nem tudtam, hogy neki mennyi könyve van, már ezóta a könyv óta nem hallottam így róla. Van egy csomó könyve, köztük egy novellás kötete, úgyhogy az nagyon érdekel engem, mert nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvét is, és nagyon tetszik a stílusa, hogy Kelly Barnhill ír. Úgyhogy az a novellás kötet egy, mindenképp egy ilyen must have lesz. Aztán lesz, azt hiszem október végén, november elején fog megjelenni Rainbow Rowell-től a Scattered Showers, ami egy Rainbow Rowell novellás gyűjtemény lesz, ami szintén egy must have. Lesznek benne olyanok, amiket én már olvastam, például a karácsonykor jött ki neki egy novellája, azt én megvettem e-könyvem, mert el szerettem volna olvasni, és az például benne lesz egyként, és talán ami az Almost Midnight-ban, azt hiszem ez a kettő is benne lesz a novellás kötetben, de ugye ez nekem megvan így külön. De nem baj, mert lesz benne egy csomó olyan, ami új. Lesz benne Simon Snow-s novella, illetve olyan novella, ami olyan könyveihez kapcsolódik, amiket én még nem olvastam, de már megvannak, úgyhogy arra is nagyon kíváncsi leszek, és nagyon kis csini borítója van, egy kis szivárványos, úgyhogy igen, meg hát Rainbow Rowell, szóval kell. És az utolsó kettő gyakorlatilag még ezen a TBR listán, az Ted Chiang-tól az érkezés és a kilégzés. Nem feltétlenül mindkettő, de legalább az egyik, mivel erről nagyon sok jót hallani. Tesson például olvasta már az érkezést, és ő azt mondta, hogy az neki is tetszett, szóval az meg egy napból láttam az érkezésben lévő novellából a novellából készült filmet, igen, ez így értelmes mondat volt, és az is tetszett, szóval arra kíváncsi vagyok, meg hát igazából esztiék azok mindig nagyon jókat mondanak Ted Chiangról, úgyhogy mindenképpen kíváncsi vagyok rá, hogy milyen novellákat ír. Nagyjából ezek lennének azok a novellás kötetek, amik jelenleg várólistán vannak nálam, és vagy megvannak, vagy be kell még őket szerezni, de az volt a nagyon jó tanulsága annak, hogy idén olvastam kettő darab novellás kötetet is, hogy én egyébként tökre szeretem a novellákat, már mint egy olyan szempontból annyira jók, hogy sokkal rövidebb és sokkal kevesebb energiabefektetést igényel, úgymond, mint mondjuk elkezdeni egy 500 oldalas regényt, már ha 500 oldalas, de novellás kötet, akkor is tudod, hogy mindig valami új lesz, és akkor tudod, hogy a fejezet végén lerakhatod. Úgyhogy nekem tökre bejött most ez, hogy így olvastam úgymond többet. Tudom, hogy alapvetően egyébként ez nem is olyan sok, tehát ettől sokkal több is lehetne, csak ahhoz képest én azt hittem, hogy egy teljesen kívülesik a novellás kötet az én érdeklődési körömön, de is így kiderült, hogy egyébként egy csomó van, ami már az előtt is várólistán volt nálam, hogy felfigyeltem volna erre, tehát az Uncommon Type, Tom Hanks-től például egy példa erre. Szóval most már majd megpróbálok kicsit több figyelmet szentelni a novellás köteteknek is, mert olvasási válság közepette egy tök jó volt, meg amúgy is. Hogyha nektek van olyan novellás kötet, amit hát igazából vagy nagyon szerettek, vagy nagyon szeretnétek elolvasni, akkor írjátok meg kommentben, hogy mi az. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!